Vagy pedig azt mondja, hogy hát ha te is jössz esetleg, ne tán, akkor hát, hát ha együtt elérünk vala valamit közösen, de hogyha te belekezdesz, akkor én is belekezdek. De melyik emberhez csatlakoznál szívesebben? Kit választanál szponzorodul? Egy olyan embert, aki tudja, hogy hová tart, vagy egy olyan, aki azt sem tudja, hogy merre megy? Azt mondják, céltalan hajósnak sosem kedvez a szél. Én azt javaslom neked, hogy ezt már a bemutatkozáskor tisztázd. Amikor elkezdesz dolgozni, akkor már mindjárt az első pillanatban tisztálsz, hogy te ki vagy. Akkor is, hogyha húsz éve ismeritek egymást, akkor is, hogy együtt jártatok a gimnáziumba. Mondd el, hogy most mi van a kezedben, mondd el, hogy te most mit találtál. És mutasd meg neki. Mutasd meg neki az eddigi eredményeidet, vagy mi van akkor, hogyha nincs eredményed. Itt nem volt feltétel az, hogy csak egymilliós bónuszsal lehessen bejönni, Tonkur? Nem? Akkor mondd el, hogy mire vágysz akkor mondd el, hogy láttál itt egy fiatal gyereket, aki itt ugrált a színpadon, és mindenféle nagy dolgokat mondott, de szintén egy olyan autóval járt, aminek többbe került a rendszámát megvenni, mint a Berkics, Berkics, Miki kocsijának, mert nekem nem három betű három szám, nálunk betű há kettő szám. Mondd el, hogy láttál valami olyat, ahol élő emberek csinálták meg ezt az üzletet. Vallom azt, hogy itt senki nem különleges. Ebben az üzletben mindenkinek csak kettő füle van, és csak egy óra. Semmi ember feletti nem kell ahhoz, hogy te sikeres tudj lenni. Kell hozzá sok minden egyébként. Nekem nagyon tetszik az ajtó, amin be kell menni. Meggyőződésem, hogy mire kell hajolni az embernek. Igazi alázattal kell fordulni a szakma felé, és igazi tisztelettel azok felé, akik már elérték a sikerettet, Ezért minden tiszteletem a sikeres vezetőké ebben a teremben. Szükséged van nagyon komoly. Amikor elszánakozol, akkor szükséged van egy nagyon komoly elhatározásra. Arra a fajta elhatározásra, amihez mernek emberek csatlakozni. Ugyanis neked lehetőséged van az ő jövőjét tartósan, pozitívan befolyásolni. És csak akkor fognak téged követni, ha benned érzik az erőt. És persze most nem erre gondolok, hanem arra az előre, amit egy kitartó, célorientált szponzor tud adni a munkatársának. Arra a fókuszra, amire mindig neki támaszkodhat. Arra, hogy higgyen ebben az egész dologban. Szeretnék egy idézetet felolvasni, nem merem, nem merem fejből. Az emberek iridlik a gazdagokat, adakoznak a szegényeknek, sajnálják a betegeket és szidják a tisztességteleneket, de csak az erős embereket követik. Zbisek Utkó egyik elnökségi klubtagunktól származik az idézet, legyél te az az erős ember, akiknek aztán százak tudják követni a példáját. És hidd el, nem arra fognak az emberek figyelni, amit mondasz, hanem leginkább arra, amit teszel. Ezért járj nagyon óvatosan, hiszen ebben a szakmában nem működik az, hogy bort és vizet prédikálunk. Mindig mindenki arra kíváncsi, hogy mit teszel. Ezért minden tiszteletem a profit sharingé amikor, amikor valakinek igenis meg kell mutatnia, akkor is, amikor baromi komoly eredményeket ért el, hogy képes folyamatosan új emberekkel megcsinálni, képes tartani azt a szintet. Ugyanis egyik legnagyobb hibának tartom, és ezt a be aztán senki ne rakja be, vagy írtsa ki a szikráját is belőle, amikor valaki úgy gondolja, hogy attól, mert sok pénzt keres, attól valami más emberré vált. Nem erről van szó. Pusztán arról, hogy az addigi tudásával elért nagyon komoly eredményeket. Előfordulhat ebben az üzletben, hogy valaki nagyobb eredményeket ér el, mint amit el tudod képzelni. Előfordulhat. Látotok már ilyet? Én láttam már sokszor. Hála Istennek egyébként. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy... Amire a rendőr is, ugye? Miért borotválkozik a rendőr civilben, tudjátok? Mert egyenruhában kétszer akkora az arca. Arra kell figyelni, hogy ne nőjön meg a fejed a tudástól ebben az üzletben. Te legyél, az te legyél az origója, te legyél a kiinduló pontja a hálózatodnak. Hozzá mindig lehessen fordulni, lehessen fordulni információért, lehessen fordulni motivációért, lehessen fordulni bíztatásért, szakmai tanácsért, még fontosabb. Lehessen mindig példát venni rólad ebben az üzletben. Hiszen azt mondják, hogy mindenki szeretne jó vezetőket. Kinek van elég vezetője, hadd kérdezzem meg. Van valaki, akinek elég vezetője van? Ugye nincs. Biztos vagyok benne, hogy mindenki el tudná képzelni kétszer ennyi vezetővel is az életét. Az a helyzet, hogy mindig azokat az embereket vonzunk, akik hasonlítanak hozzánk. A rossz hír, hogy nem azokat, akiket szeretnénk, hanem akik hasonlítanak hozzánk. Tehát, hogyha jobb embereket szeretnél a hálózatodba, akkor valószínű, neked is jobbá kell válnod. Azt mondják, hogy van néhány szakma, amiben nagyon gyorsan tud fejlődni az ember. Ilyenek, mivel a taxisofőrök nagyon, vagy a színészek, vagy a hálózatépítők, ahol egyből van visszajelzés. Egyből kiderül, hogy akar-e hozzám csatlakozni az az ember, vagy nem akar. Aztán szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy nem mindenkit egyformán dök a szög. Ismeritek a viccet, amikor két székely beszélget, ülnek a kandalló mellett, fekszik a kutya mellettük, és egy nagyokat, fájdalmasokat nyugdítsa. Mm, mm. Megkérdezze az egyik székelyt, hát, mégis mi van ezzel a kutyával? A másik, böki a szög. A kutya csak tovább nyögdítsa, mm. Megkérdezze mm. másik, egy jó két órás hatásszünet után, ha a böki akkor miért nem megy arrébb? Megint eltelik egy olyan kis kommunikációs sűr, egy olyan két órácska. Hát böki, böki, de annyira nem böki neki. Ebben az üzletben nagyon sokan vannak, akit bök, bök, szeretne leszállni arról a metróról, meg jó lenne, meg tetszik neki a Ferrari és meg pláne a Lamborghini, de azért annyira nem böki, hogy tegyen érte. Sajnos közgazdaságilag elfogadott tény, hogy 20-80 a javak 20 át a javak 80 át a 20 százalék teremti meg. Parító elvnek hívják. Döntsd el, és talán ez a legfontosabb, hogy te melyikbe tartozol. A 20-ba, aki vezeti a 80-at, vagy abba, aki, aki azt várja, hogy valaki megoldja helyette. Nem szeretnék politizálni semmiképpen, de mit gondolsz, az egészségügy bármelyik országban megoldja a te egészségedet? A pénzügyminisztérium elintézi, hogy neked pénzed legyen? Valószínű nem. Kérdezem másképp. Tudsz bárki helyett mondjuk aludni? Tudsz bárki helyett jól lakni? Tudsz bárki helyett pisilni? De jó lenne ezrenként kiküldenénk egyet. Nem ebben az üzletben meg tudsz tenni mindent a munkatársadért, de nem tudsz helyette sikert elérni. Sajnos nem lehet. Meg tudod neki mutatni az utat. Vallom, hogy a lehető legjobb dolog, amikor személyes példával jársz elől. Amikor ott vagy előtte, és mutatod a helyes utat, mutatod, hogy mit kell csináljon. Én így szívtam magamba az első élményeket a szüleim mellett, és ezért hálás vagyok. Annak idején ez úgy nézett ki, hogy nagyjából 11-12 éves koromban mentünk valahol az utcán, és amikor ránk köszönt valaki, akkor egy ilyen ártatlan köszönésből, egy ártatlan beszélgetésből valahogy valami rejtélyes csoda folytán mindig üzletszerző beszélgetés lett. Mindig előfordult az, hogy ránk köszöntek, és akkor mindig megálltunk, és akkor mindig édesapám elmondta a cég koncepcióját, amivel foglalkozott, elmondta, hogy ez hogy működik, és ennek ezt már Igazán kezdettel tele lenne egy kicsit a hócipő, mert azt jelentette, hogy minden egyes köszönés plusz fél óra, ahova menni akartunk. Debrecen nem egy nagyváros, tehát elég sokan ismerik egymást. Elég hosszú ideig tartott, mire eljutottunk valahová. Ez volt az az időszak, amikor megismertem a félméteres szabályt. Itt Budapesten félméteres, Debrecenben kétméteres szabályt. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Szabály lényege, hogy aki közelebb jön hozzá fél méternél, vagy két méternél, de be a vidék, ott kicsit ritkábban vannak az emberek, annak mutasd meg a céget koncepcióját. Képzeld el! Megyünk a városba, ránk köszön valaki, és akkor megmutatta. 11 éves, 12 éves gyerekként azt hiszem úgy tudtam annak a cégnek, annak a multinacionalis vállalatnak a marketing tervét, mint nagyon kevesek. Tudtam, hogy melyik szófor után melyik jön. Kívülről fújtam az egészet, és hát megmondom őszintén, annyira nem szeretem, mindig rángattam édesapám kezét, hogy akkor most menjünk már a rép. Arra ettem egyszer figyelmes, hogy édesapám belekezdett egy ilyen ártatlan beszélgetés, majd üzletszerző beszélgetés lesz belőle, és hát nagyon gyorsan elkezdett hadarni, elkezdte rövidíteni a dolgokat, és nagyon, nagyon fontos rész került, és már szinte a búcsúzásnál tartott, mikor így elkezdtem úgy szokott módon rángatni a kezét, hogy ugyan már kihagyott néhány nagyon fontos részletet, ami hozzátartozik szervesen ehhez a prezentációhoz. Akkor lettem arra figyelmes, arra nagyjából fél méteres pálinka szagra, ami az úrembiernek volt a szabálya. Nem csinálhat mindenki sikert ebbe az üzletbe. Nem fog mindenki hatalmas eredményeket elérni. Viszont tudod, mi az igazi jó hír? Az, hogy ezt nem más dönti el. Ugyanazzal a lehetőséggel indul neki bárki az üzletépítésének. Ugyanazt a terméket kapja, ugyanazt a visszaosztási rendszer cégen belül, ugyanazt a cég hátteret, és ezzel együtt van, aki ugyanebből sikert csinál, van, aki pedig nem. Én úgy gondolom, nekem nem az a feladatom, hogy meggyőzem az embereket, hogy miért jó sikeresnek lenni. Mert hogy nagyon jó. Hanem az a feladatom, hogy amikor megkérdezek valakit, hogy akar-e változtatni az életén, akarja-e, hogy rajta múljon az egészsége, rajta múlja az anyagi biztonsága, legyen neki minőségi szabadideje, azt mondja, hogy igen, akkor egy eszközt adjak. Egy eszközt adjak a kezébe, amivel lehetősége van elérni ezeket a dolgokat. Ma Magyarországon van lehetőségünk hálózatos értékesítéssel nagyon komoly eredményeket megtenni. Ennek az üzletnek még csak a legelején vagyunk. Gondoljatok be, bele, mindegyik kötöknek lehetősége van egy 550 milliós piacon csak Európában. Bármennyi embernek megmutatni, hogy hogy lehet sikeres. Aztán egész biztos vagyok benne, hogy a egyik siker sem kudarcok nélkül megy. Biztos vagyok benne, hogy senkinek a sikere nem úgy működött, hogy ma még nem volt sikeres, hopp, holnap már sikeres lett. Rengeteg gyakorlás van ebbe. Két dolgot kell tudnod, hogyha valakivel leülsz, és végig tárgyalod, és megmutatod neki legjobb tudásod szerint ezt az üzletet. Az egyik, Miért csatlakozott? A másik? Miért nem csatlakozott? Ha mindig odafigyelsz erre a különbségre, akkor egyre jobbá válsz. Akkor elírd azt a célt, hogy ezzel az üzlettel folyamatosan fejlődsz. Egyre jobb önmagadat állítod elő, és én nagyon kevés olyan mazoistát ismerek, aki direkt azért tárgya, hogy neki nemet mondjanak. Én úgy gondolom, hogy ez az üzlet arról szól, hogy megtanítasz másokat arra, hogy érhetnek őkkel sikert a saját életükben. Mit gondol, szükség van-e kreativitásra ebben az üzletben? Uh, ez egy kemény téma, látom, vezetők sem mernek nagyon így mindenféle körítés nélkül válaszolni erre. Szükség van kreativitásra? Meggyőződésem, hogy igen. De nem abban, hogy hogy cselezd ki az alapmunkát. Azt nem lehet kicselezni. Azt, a kicselezed, akkor nem vagy sikeres. Sajnos. Ebben az üzletben Hogyha megtanultad azokat az alapokat az előadóktól, hogy mit kell csinálni, és ezt némi gyakorlással elsajátítottad, akkor csak is azon múlik a te sikered, hogy hányszor ismétled meg ezt a folyamatot. És tudod, aki nagyon sikeres, az nagyon sokszor megismételte. Ez a jó benne. Nem mástól függ a te sikered. Szeretnék egy példát említeni. Én nemrégiben bővítettem a Pesti irodánknak a kiszolgáló személyzetét, és én nekem volt módom kiválasztani azt az embert, akivel együtt dolgozunk. Mit gondolsz, hányan jelentkeznek egy ilyen ügyintézői pozícióra? Legalább százan, inkább 150 még többen. Én ebből kiválasztok tíz embert, akinek az önéletrajza valamilyen oknál fogva szimpatikus. Számomra is ebből a tízből beszélek tízzel, és ebből a tízből gyakorlatilag egynek, vagy maximum kettőnek adok lehetőséget, hogy bizonyítson a gyakorlatba. Biztos vagyok benne, hogy nem a legjobb embert választottam. 99-nek nem tudok lehetőséget adni. Itt a hálózatos értékesítésben nem én, nem te, nem bárki más dönti el, hogy ki mire hivatott. Itt nem érdekel senkit, hogy honnan jöttél, csak az számít, hogy merre tartasz. És ehhez akarunk a legjobb tudásunk szerint segítséget adni. Egy olyan tiszta érdek van itt, amikor az anyagi sikerem múlik azon, hogy téged sikeressé tudnak-e tenni. Csak az számíthat tartós sikerre ebben az üzletben, aki mások életét tartósan, pozitívan tudja befolyásolni. Sokszor tapasztaljuk, hogy a, az üzlet az vagy fölfelé megy, vagy lefelé. Azt mondják, hogy a csúcson sok hely van, de annyi nincs, hogy leülj. Kérlek szépen tudd, hogy a te üzleted vagy fejlődik, vagy csökken. És ez rajtad múlik. Te vagy az egyetlen ember, aki ezért tud tenni. Te vagy a hálózatod origója. Ránézel a tükörre, és azt látod, hogy visszanéz róla egy nagyon szimpatikus, kellemes ember, akinek a hozzáállásán és még inkább a befektetett energiáján múlik, hogy mit csinál ebben az üzletben. Szeretnék egy nagyon kemény kérdést feltenni neked. Te csatlakoznál önmagadhoz? Most. Ugye? Ez a legjobb mérce azt awesome. amikor, amikor, azt mondjuk, hogy szponzoráld úgy a munkatársadat, ahogy téged szeretnéd, te szeretnéd, hogy téged szponzoráljanak. Ugyanis rajtad keresztül ítélik meg a cégedet, először is persze magadat a megnyilvánulásod alapján, rajtad keresztül ítélik meg a cégedet, és rajtad keresztül ítélik meg ennek a szakmának is a becsületét. Profin vagy sehogy, valamén is Tonke után szabadott. Profim vagy sehogy. Ha már egyszer eldöntötted, hogy csinálod, ha már megszületett benned az elhatározás, ha már ott van benned a gyomorérzés, akkor mutasd meg annak az embernek. Mutasd meg, hogy miért érdemes hozzá csatlakozni. Miért te vagy a legjobb ajánlat ebben a pillanatban. Mutasd meg, és biztos vagyok benne, hogy követőkre találsz. Nagyon fontos ehhez, hogy tudd, az első lépéseket képesnek kell lenned önállóan is megtenni. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy, hogy emberek csak azért csatlakoznak, mert hogy vagy tudnak egy jobb módszert, amivel sikert lehetne elérni, vagy tudnak egy tuti embert, aki majd megcsinálja helyettük a melót. Egyik sem működik, sajnos. De milyen jó lenne pedig. Hanem arról van szó, hogy ebben az üzletben lehetőséget van kihozni bárkiből a legjobbat. Mutasd meg nek, hogy hogy működik. És hogyha megérti, hogy tényleg csak a munkám múlik, csak a munkám múlik, amit befektet, hogy mit ér el, de hadd kérdezzem már meg, mielőtt hálózatos lettél, mikor még normális, rendes ember voltál, dolgoztál te már keményen? Ide a bökőt, hogy igen. Elképzelhető, hogy mégsem jártál ferrari fogadjunk. A hálózatos értékesítés pontosan ezt tudja megadni neked. Azt tudja megadni neked, hogyha keményen dolgozol, hogyha belefekteted minden energiádat, akkor valami mi térhetsz el, ami átlagon felüli átlagos képességekkel átlagon fejetti, átlag feletti eredményt tudsz elérni ebben az üzletben. És pontosan ez a zseniális. Nemrégiben a gyárhetség bővítése során kivágásra került az erdő, az erdőnek egy bizonyos része a gyártókapacitásunk mellett. És azt láttuk, hogy azok a fák, amik az erdő szélén vannak, azok kétszerűen vastagok, mint a többi fa. Hogy hát ugyanabban a földben, ugyanannyi napfény mellett növekedtek. Mégis, hogy lehet ez? Úgyhogy ezek voltak azok a fák, amelyek sokkal erősebb, sokkal keményebb kihívásoknak kellett megfeleljenek. Őket mindig jobban érte a szél, ők voltak az első, akivel találkozott a szél. Ők őket, őket, kapta az esőcsepp először, kapta a vihar elő, ő, őt kapta a vihar először. Ezek az emberek, ezek a fák sokkal keményebbek voltak, sokkal erősebbek voltak, mint az azt követőek. Ebben az üzletben neked semmiatt nem kell csinálnod, amit már ne csináltak volna meg előtted. Emberek mesés sikereket értek el ebben az üzletben. Neked csak le kell másolni az ő példájukat. Fogd meg az eszközt, ami a kezedben van, és használd. Használd, és tudd, hogy most vagy a legjobb időben, a legjobb helyen. Nem tudom, ismeritek-e, vannak azok az emberek, akik télen nem kezdenek el dolgozni, mert hideg van. Aztán tavasszal nem, mert, mert akkor ügyeznek a fák. Aztán nyáron meleg van, ősszel meg ott az iskola kezdés. Akinek mindig halogatja a dolgot, annak nehéz dolga van. Ideális időpont már pedig nincsen. Ebben az üzletben sincs. Olyan nincs, hogy minden körülmény egyszerre szerencsés csillagzat alatt álljon, és minden feltétel adott legyen arra, hogy te ideális körülmények között tudj elkezdeni dolgozni. Nem. A legidálisabb körülmény az most van. A te üzleted sikere azon múlik, hogy még a mai nap folyamán mit csinálsz. Ha lelkesen mész ki ebből a teremből, hogy most még felhívsz valakit a mai nap folyamán, vagy hagyod, hogy ez is egy ilyen kellemes emlékké váljon. Ez egy valós lehetőség, ahol tartósan tudja az ember a hosszú távú céljait befolyásolni, a jövőjét hosszú távon tudja beváltani. Szóval hosszú távon tudja befolyásolni. Egyébként köszönöm szépen. Nagyban múlik azon, hogy felvállalod-e, amit csinálsz. Tonkeméltől tudjuk, hogy titkos ügynökök nagyon ritkán érnek el sikert. Tapasztalod-e, hogy ne olyan ciki felvállalni, főleg, amikor elkezded. Olyan, olyan tudod, hogy van valami jó a kezedben, de úgy, úgy hiszed is, meg nem is, úgy szíved szerint nagyon jó lenne az összes ismerősöd, tőle tudná meg ezt az üzletet, nem másról, mert azt nagyon utálnád, hogyha ugyanabban az üzletben találkozó más, más szponzor sorában látnád, de úgy, úgy nem mered elmondani, hanem csak úgy téblából, azt a ténfereksz. Arra szeretnék bátorítani, hogy vállalt fel. Vállalt fel, hogy mit csinálsz. Ugyanis itt nem házalni kell. Nem embereket kell manipulálni rossz célok érdekében. Hanem arról van szó, hogy lehetőséged van megmutatni neki, hogy bárki, bárki, aki tényleg akar, sikert elérni, annak nem kell más tenni érte, csak cselekednie. És tudod? Nem tudod olyan rosszul csinálni, mintha nem csinálnád. És ez a legszebb az egészben. Egyszerűen bármilyen ramatyul végzed is a hálózatépítői munkádat, nem tudod olyan rosszul csinálni, mintha nem csinálnád. És ez a legszebb ebben az egészben. Nagyon sokszor mondják, hogy szabadságot lehet elérni ezzel az üzlettel. Egy nagyon kedves hálózatépítő barátomat, akire felnézek, szeretnék idézni. Nem akkor vagy szabad ember, hogyha egymillió forintot keresel. Nem szeretném gúzsba kötni a kezedet, hogy ez most havonta, hetente, naponta vagy óránként teszed. Tehát nem akkor vagy szabad ember, ha egymilliót keresel, hanem akkor, hogyha elhiszed, hogy képes vagy erre. Ettől működik a te üzleted. Vagy elhiszed, hogy működik neked, vagy nem. Gyakran kérdezik, hogy szükség van-e hitre ebben az üzletben. kell -e hinni a termékben, amivel foglalkozol? Kell hinni? Jó, ha hiszünk szerintem, de nem hinni kell, hanem meg kell lenni.